A művelődési ház előtt a Lipcséből érkezett közel 50 tagú tangó harmonikás adta meg a kezdő hangulatot a leghosszabb éjszakának azzal a mottóval, hogy a zene vidámmá tesz. Te pedig itt a múzeumok éjszakáján a Dél-Dunántúli régió magyar fotóművészeinek természet és állatfotóiból nyílt kiállítás. Ezzel is csatlakoztunk az Állatbarát Könyvtár országos programsorozathoz. Mivel hogy természetfotókról van szó, mindegyiknek sajátos hangulata van, nincs kedvencem. Fekete Tamás, aki ezt a szervezetet közrefogja, ő ugyan nem Dombóváron él, tehát Körmendről érkeztek a fotók, de most már második alkalommal, mert tavaly az őszi könyvtári hét kapcsán is volt egy fotókiállítás itt nálunk. Ez az az éjszaka, amikor minden életre kell, még a nyomda is, ahol az érdeklődők frissen nyomva kapták meg a nemzeti dalt. Dombóváron 13 helyszínen várt a látogatóit a múzeumok éjszakája. Felkéréseknek eleget téve már több alkalommal tartok itt tárlatvezetést most az idei múzeumok éjszakáján. Igaziból a Zsuzsa kért föl, Balipap Zsuzsa, a művelődési ház közművelődési szakemberekért fel engem, hogy tartsak tárlatvezetést, mert tudta, hogy érdekel a történelem, és emellett szülőfalum Nagyberkihely történetét is kutatom, úgyhogy a felkéréseknek elegettéve jövök ilyenkor a múzeumban, amit nagyon szívesen teszek, és nagyon szívesen tartok tárlatvezetéseket, mert én egy nagyon fontos missziómnak tartom ezt, hogy ha lehet így fogalmazni, hogy a múltat feltárjam és közzé tegyem az emberek számára. Igaziból én úgy tartom, hogy akinek nincs múltja, annak jövője sincs, tehát én ezt egyszer olvastam, de már nem tudom megmondani, hogy hol, de én ezt nagyon egyetértek ezzel a mondással. Az utolsó terem, ami az 1700-as évektől egészen a várossá válásig foglalkozik Dombóvár történetével, az egy nagyon kis kedvenc termem, de hát természetesen az összes teremben akad érdekesség, ami aztán a vendégeket is érdekelhet. Most jelen pillanatban Nagyberkiben nagyon foglalkozom a köztéri alkotások, tehát a keresztek, szobrok, emlékművek történeteivel, és ez is annak köszönhető, hogy mondhatni engem ez az épület fertőzött meg, mert amikor először pár év ide beléptem, akkor itt valami megfertőzött és elvarázsolt ebben a kis csodavilágban, és ekkor hát több irányba is terjed a kutatásom, de most kiemelten ezek a szobrok történetei. Hát internetes forrásokból, illetve hát levéltári anyagokból is dolgozom. Ez külön öröm számomra, mert az osztályfőnököm is egyben történelem szakos tanár is, úgyhogy támogat ebben, illetve nagyon szívesen elenged akár tanítási időben, hogyha több csoportnak kell tárlatvezet is tartanom. Mai nap egy olyan információt is közre fogok adni, ameddig még eddig nem hangzott föl, de ez pont ehhez az anyaghoz kapcsolódik, ugyanis nemrégiben tudtam meg én is, hogy miután a Dombói családnak a férfiága kihalt, utána Verbőc István kezére került a Dombói vár, és Verbőc Istvánról tudtam meg mostanában, hogy 70 éves volt, amikor másodjára megnősült, úgyhogy ez egy kis érdekesség lesz a mai nap folyamán. A nem mindennapi tárlatvezetéseken kívül az érdeklődők akár íjat és nyilvesszőt is ragadhattak, és elkalandozhattak az ősök világában a Sásdi Klub tagjai segítségével. És a desszert sem maradhatott el, a mézes kalács díszítő szakkör alkotásait már messziről kiszagolhatta az arra járó.